Legalább tetted volna egy zacskóba. Te Nicának a cipője, csak hallod, egy kicsit, Kandi. Megmondom őszintén, egy ilyen vecsési káposzta szagom. Lehet, hogy a munka, ez a munkás cipője biztos valakinek. Annyira ismerős vagy te nekem. Felnőtt filmbe beszerepeltél? Jaj, Emil. Most belespriccelsz? Igen, belerakok egy kis ragasztót. Aha, milyen ragasztót használsz, testvér? Ez egy transzparent ipari ragasztó. Nagyon komoly. A saját zsebből dolgozom, mi? Ennyi. Mi van a lenyom? Ezt találtam a táskája, bemélek. Hallod? Kajak, ezt csinálod? Nem elég egy darab? I speak English, mate. Speak English? Jó fogsz velem járni. Speak English. So what are we cooking today? Mi? What are we cooking today, then? Kökény, mi van? Kökény Attilával, mi van? Hallod? Miének néz engem, vagy Dilinek? Tényleg nem beszél magyarul? Várjál már! Jaj, de nagy izé vagy, forgalomterelő. Köszi! Jaj, legalább tetted volna egy zacskóba. Te Nicának a cipője, csak hallod, egy kicsit, Kandi. Megmondom őszintén, egy ilyen vecsési káposzta szagoma. Lehet, hogy a munka, ez a munkás cipője biztos valakinek. Van bukéja. Jaj, Emil, nagyon humoros vagy. Gyere, majd megöl, ha meghallja. Az az igazság, Nicát nagyon kamázom. Bármilyen cipő legyen az, én felelősséget várok. Kicsi, lépten nyomon követem Iccát, hogy bejöttem a városba, az ország legjobb cipőszél, és megcsináltatom neki. Ingyen is bérmentve a cipőjét. De ezt ugye nem ciki be, ezt ki kellett volna most nyelmette. Emil, hagyjál már! Jaj, ne! Sokkalabb tessékem, Iccát. De jó a cipőt, hol vettem? Menjél már! Hello, szia! Hello. Jó napot! Beszéltem egy Cirmi nevezetű Cirmivel. Te vagy az, vagy? Én vagyok. Na, Cirmikém, figyelj, van egy nagy nényém, Gyálombak laki, ez a munkás cipő, Icca néni. Na most Iccának úgy meg kell csinálnod, testvérem, a cipőt, ragasztás, foltozás, hegesztés, amit beleteszel, ezt nézd meg, ezt kéne valahogy megcsinálni, a jóisten. De nem, hogy inkább vettél volna neki egy másikat. Na. Hát jobban jártunk volna. Hát ez jó, hát ilyet nem kapok. Kicsit elnézést kérlek. De azt se értem a kerti cipőjét, minek csináltak. És ezt mikorra szeretnéd? Hát testvérem, most hát beülök még halozni a barátomhoz. Hát mit tudom, egy-két-három óra múlva rájön. De a lelkére kötött, hogy én nézzem meg, hogy hogy csinálod. Vagy mondd meg az őszintét, inkább vegyek egyet neki. Mi? Lehet, hogy jobban járok, ha veszek egyet. Ezt megmondjuk, hogy javíthatatlan ezt a cipő. De az is ilyen, te, hogy ennyire ragaszkodik a 100 éves De annyira ismerős vagy te nekem. Felnőtt filmbe beszerepeltél? Jaj, Emil. Felnőtt filmek ezek. Ne törődj vele, egy kicsit szegény. Miért? Más dimenzióra. Hát a felnőtt és svéd filmekben láttam az úriembert. Testvérem, menjünk a műtőbe, műsjük meg ezt a cipőt. Ez nagyon fontos. Megvártok itt, vagy jöttök? Hát miért? Én úgyse láttam még ilyen cipőgépeket. Ja. Jaj, hát itt komoly műhely van. Natina. Na, ebben a nokedlit szaggatott fiam. Az patestápoló fiam. A feliratot olvasd el rajta. Na. Reklamációt esetén, ennyi. Jaj, ezt nem lehetne elvinni, nekem otthonra kéne egy ilyen. Na gyertek már. Jézus anyám, gyere, én még sosem láttam ilyet. Hallod, ez egy régi volt. Ezt mikor vetted át? Még a nagyapámé volt. Ez? Igen. Neked akkor családi cipős dinasztia vagytok? Tényleg? Igen. Mióta létezik ez a bolt itt? A 70-es évek óta. Komolyan? Akkor ez még a tradicionális cipőjavító szakma, mi? Igen. Nagyon nagy hát vagy. Ilyen gépeket komolyan mondom. Testvére, esküszöm, nagyon nagy vagy. Ez például mi ez? Ez? Avval vágom föl a gépeket. Ebbe vágsz, mutassál már, jó Isten áldja meg, Dick. Ebbe vágsz.
Na. Ja, gumilapot? Igen, és tekerd? Merre? Tekerd. Na, milyen a bátya? Na, velem fogsz vagdosni, mi? Hát most már fölvágjuk. Stejkbe jöttél rá. Vagd be! Vagd be! Hát ezek a gépek már nem mai darabok, mi? Nem, de tudja a dolgát. Nézd meg, mondom, velem bágatja föl. Én azt gondolom, hogy minél maibb a technológia, meg a technika, annál sokkal több a hiba lehetőség. Ezek nézd meg, hogy működnek. Ennyi. Hát ezt viszem majd, ebbe a nokedlit vágdosod, szaggatod. Próbáltam ezen nokedlit szaggatni, tesó, őszintén? Nem tudok fogni. Nem szereted a nokedlit. Mi a kedvenc halózásod? A milánói. Na, csinálok neked. Jó. A barátomnak. Na, szabadon foglak. Na, a barátomnak erre van üzlete, főzök neked, milánóit hozok át neked. Na. Jó. Érdemes azt javítani elmélyen, hogy vegyünk neki egyet. Mindjárt megcsináljuk. Meg az én csizmámat is meg kell ám csinálni. Mi van a csizmáddal? Hát nincs gumi, ezt csúszkálok, mint a jégen a izékkal. Hát nem mindegy, úgy elkocsajázom rajta. Aha, most belespriccelsz? Igen, belerakok egy kis ragasztót. Aha, milyen ragasztót használsz, tesó? Ez egy transzparent ipari ragasztó. Nagyon komoly. Nagyon. Nem tudom a feleségem száját, mikor sokat beszél, leragasszam. De, megfogja. Mi, tényleg? Kicsit csak a szád szélét, fiam. Hallod? Szép fiam, na. Csak a szád szélét. Gyere majd előbb, mindjárt majd megnézzük, előveszünk. Jó van, gyerekek. Majd mindjárt megpróbáljuk. Tudod, annak a száját leragasztom. Ismered a... Mennyit szokott veszekedni apáddal, nem? Tudod, tácski csak a szádat? Tudod, mit szoktam mondani, hogy ezt mindjárt legyen. Na, testvérem, én is ragasszak azért? Na, oda hagyspricceljek én. Jaj, amihez hozzányúlsz, nemhogy a fű nem terem kihalt. Ide egy kicsit, de nekem össze. Na mi? Hát itt szóval megölem. Az ujjadat ragasztanád össze. Ad egy kicsit, várja szépes. Jó, jó. Milyen húztam mi? Őszintén érzem ezt a szakmát. Tesó, mi? Hát még azért van mit gyakorolni. Ne idegesítsd, Dika Ronaldo is. Jaj, a Ronaldo cipője, Tina! Dikázzal! Ja. Dik még arra, ezt viszem haza. Aha. Te nagy stej. Tik még arany a cipő. Hát. Úgyis arany ház, arany cipő. Persze. Te nagy, tényleg a Ronaldo-é? Figyeld a szakmát. Csak szeretne az lenni. Nagyon komoly cipő. Na figyelem. Le van válva az eleje. Aha, megcsinálom. Bevállaljam? Beragasszam? Ebben? De akkor előtte ki kell egy kicsit takarítani. Na. De ezt viszem haza, testvérem, jó? Mondd meg az ügyfelednek, itt volt a őrült olasz csávó. Emilio Santorini, Santos de Santorini. Ő javította meg a cipőt. És javítottam meg. Na, bele kell rázzam? De ide egy kicsit. Na, mindig kicsit. Igen. De még kicsit. Na, mert erre nem gondolom, ez olyan erős, hogy nem kell rá sok, igen, nem? De ez már, és na. Ide is egy kicsit. Na, testem. Úgy locsolok, hogy jó. Ne! Új szakmád le! Na, de nem kéne ezt rászorítani? Ilyen szorítok? Akkor csináljuk meg itt a cipőjét, jó? Na, már megszragadt. Várj, én hagylod csak a jó Isten. De egy kicsit. De milyen kicsit? Ha most össze fogok veled veszni, most ismertelek meg, 10 perc és már hajba kapunk. Kicsit, jó? Na, jó? Te is azzal mit lehet csinálni, ami ott lesz a kartál? Azért mondom, hogy ki kéne azt már... Azt majd megvarrod. Megvarrod? Tényleg? Hát te varni is tudsz? Tudok, hát ott a gép. Az igen. Na. Tudod, hát... hogy tudnék veled gágyizni, testvérem? Megmondjam őszintén. Betennélek egy babakocsiba, azt így... Csókolgatom a kis fejét. Én nem is ismerlek már. Hát olyan, mint a 8 hónapos csecsemők az én testvérem. Tehát te meg, na, adhatnám mondjuk neki egy kis önbizalmat, ahogy látom. Ahogy gágyiznék veled, testvérem. Nem kell, biztos, hogy megy az. Nem. Hát van most csaj? Szerezek egy alig használt cigányasszonyt neked? Nem kell, köszönöm szépen. Szerezek neked, testvérem. Nem kell, kihagyom, köszönöm. Az itt, hogy fog ennek örülni már. Na. Jó van, testvérem, nagyon milyen barát. Aranyos vagy, hogy te ilyeneket magadra válasz, hogy elhozod neki. Hogy ne, drágám, Dik, oda nézd, mi? Precíz! Nézd meg! Vágja a cérna, szaggatja! Nagyon gyanáz! Itt senki nem gyanázik, testvérem. Nagyon jó. Na, fogjuk meg viccának. Tedd oda le, ennyi? Hát... Na most, testvérem, lenne még egy ilyen, az enyémet is meg kéne csinálni, mert úgy csúszok, testvérem, mint a bobosok. Na most akkor én nekem lenne egy extra kérésem Emil cipőjével. Kérnék rá egy olyan 20 centi sarkat, ha lehet. Minek már? Hogy egy kicsit magas sarkú legyen. Jó csizma? Stej? Milyen jó kis csizmád. Nagyobb lenne. Hol ne nézd, testvére? Hát ez komoly, ez a télapú is lekért a lábamra. Most, hogy elnézem, olyan a csizmád, mint Lalibának volt. Lalibáját mindig nálam, hogy Lalibája magas sarkúban. Milyen csizmát járni. Na,
De akkor a másikból is ugorják. Persze, ki. Van ilyen nagy sarkad? Tehetsz rá, vastagat tegyél. De sarkat is tegyél, hogy magasabb legyen ez a cigány. Ja. Hát alacsony. Minek? Hát azért ágy 20, nincsen sarkad. Mutasd meg nekem, mi a legnagyobb sarkad, amit rárakni. Ne testvérem, ne hallgassál már erre a fúzére. De csak egy sarkat hadd mutasson már. Nem lehet. Na. De szépen lehetne arra. Oh. Na, akkor menjünk át, megcsiszolom. Na menjünk át, csiszoljunk. Na testvérem, levetetted a cipőmet, én valami szögben ne lépjek már, jó Isten áldjon meg, mert én nagyon éhes vagyok, csináld meg a cipőt, tesóm. És akkor most mezitláb fogsz jönni? Hát nem mezitláb, hát csak van a cipő. Tesóm, adjál már a kölcsön valamit, hát úgyis megcsálod a cipőt. Na családom él. Na jó, az neked a nagy divat. De nagy dög! Mekkora stejk? Na? Drága menyei atyám. Esküszöm erre, kimegyek az utcára, mangázok egy 2000 forintot. Hát mondjuk meg is számna, fiam. A pizzapészt megmangázom, már jó járom. Na. Mennyi idő, míg elkészül? 10 perc. Bemegyek egy húslevest teszek a Na, megyek, tesó, jó? Menjünk, mert a Robi is jó, vár. Jó, oké. Okay. Na, menjünk. Csók! Majd a papucsot visszahozzam. Szia, testvér! Szia! Hello. Na, szia, köszi! Na, hogyha valamire illik, akkor most erre illik az a közmondás, hogy a cipész maradjon meg a kaptafájánál. Tehát Emmi ne akarjon cipész lenni, habár nem árt, ha megtanulja ezt a szakmát, és ki tudja, még egyszer jönne egy ilyen koronavírus leállás, hogy egy évig nincs színpad, legalább elmehet cipész tanoncnak. Gyere, te divatdiktátor! Mi ebbe is olasz vagyok? Itt nézd már meg azt a rajformámat! Jó van, az nem számít. Mit kell a mai világban? Csókolom! Tessék, nem raj ez a cipő? Papucs raj! Ugye, very nice! Köszönöm! Köszönöm! Jaj. Na, tennyi, hát ez kocsisoknak is tetszik, fiam! Te! Hát a pálca csak gyanázni! Eszer téged, ha nem elvisznek zaklatásért, fiam! Milyen? Várj, odának is tetszik! Hát! Mik a gágyi? Na, gyere! Na! Menjünk! Robi! Test, tudod-e, le vagy fogyva? Miért vagy kapcsolatban? Nincs pénzem, tesó. Mert a nagy divat diktátor a barátom. Drága tesó. Na mi van, drága? Hogy fogtál tesó? Jaj, de sovány vagy, Róbi. Önök úr! Szia! Szia! Jövök, jövök! Ez a motorhang. Te nagy vagy! Gyere, gyere, bátya! Mi van, testvére? Te sziciliai ragadozó! De komoly! Nagyon komoly! Nem fogunk mutatni, hogy elvegyél valamit a bordból. Jó, jó, jó. Nézzel, milyen csóró vagyok. Papucs, majd hozzád jövök! Gyere haza, mi gyere! Nem kell, nem kell, nem. De ennek jobb hangja van, mint nekem. Azta! Te régóta motorozol, Gyuri? 20 percet. Komolyan? Akkor mennék veled egy kör. Gyere! Ja, Istenőr, ez nagyon félek a motoron. Valamelyik dobozra befértek. Egyikbe te, gyerek, meg a kisgömböt. Testvérem, te szállítod a pizzát? Hát persze, f***ul megy. Hát de elidegít zonna. Jó drága az a szállítás, testvérem. Valahogy kibírom. Hát de ebben a szállítás. Dik, érted? Ebben befér egy szobakonyú. Mutassál meg ezt a dolgot. De gyönyörű ez a járgány. Dik. Gyere, szóval. Figyelj már. Nagyon. Ebben elfér. Ha megnézzük. Robi, te félsz a motoron? Dik. Bukós isakat, testvérem, oda néz. Hát tegyél már fel egy bukós isakot, hagyd nézzem már meg rajtad, hogy áll. Hát csak ez nem a te méretet. Jaj, olyan vagyok, mint a Darth Vader! Nem, megmond! Olyan vagyok, mint a Darth Vader! Emil, nem megy a fejedre a sisak? Nem, drágám. Basztal! Gyurika, figyelj! Abban az esetben, nézd meg, levették a cipőt a lábamról. Kérdezd már meg tőle, hogy miért vitte be a cipőjét a cipőshez? Gyurika! De vállalnak bármilyen illatot? Hogy, hát hogy? Nem azért, mert tudod, alacsony, és kértem, hogy egy ilyen 20 centi sarkat. Jaj, ilyen platformosat? Figyelj, akkor újra tagsz az új házban, mi van? Törpék nagy volt a járnak, nem mi van, testvére? Hála jó Istennek, 50 éve... Hát meg ott igaz, a referencia, neked hát nem nagyon kell itt már mutogatnod. Ott van, elbújt a referencia. Figyelj, Gyurika, bemegyek. Főznék valamit az gondolkodta a szériagyártáson, vagy csak prototípus? Hát ő prototípus. Ugye ő az a típus, amit amúgy mindig mindent félbe hagy, őt összehozta. És azért hát a rég várja, azért a Robert azért tiéd a 20 év rumli. Figyelj, Gyurika, azért a testvérem is komoly roncsológép. Komoly jazz roncsoló. Nem tudom, másik vallás, figyelj, másik típus. Figyelj, komoly, két roncsoló van az üzletedben. Nagyon komoly, be akarok menni főzni, testvérem. Nagyon éhesek vagyunk. Én valami... valami jó csak kezdik, üres táskákat, motozzátok le őket is, mennyi belét. Jó. Nagyon várunk, szeretettel. Jó, testvérem, megyünk is, mert csókolom, várjál egy pillanatot, gyere már be velem, egy káposztás tésztát. Emil! Na, hát a hölgye káposztás tésztát akartam enni.
Haló, haló! Gyere már be vele menni! Ó, nem jön senki. Na fáj, drágám, mi itt hagyom? Menjetek, menjetek! Menj. Gyere, drágám! Nézzek, papucsba vagyok! Haló, tudod, hogy gyanázok ezen deszkázni? Á, sírás! Menjünk, gyere, testvérem! Mit értik ezek az életet? Hát én nem tudom, itt megérkeztünk, és az egész Pozsonyi út a fejére áll. Ifjabb szakcsillakatos Robi is megérkezett, megérkezett a tulajdonos, és két percen belül itt olyan hangzavar van, a motorbúg, a zene szól, Emil ordít, a népeket szekálja. Én inkább bemegyek magamnak, az csendben letagadom azt is, hogy ismerem őket. Robika, mi van veled? Na, semmi kérd. Jó vagyok, minden oké. Hello! Ő, bocs, nem mondod? Á, testvérem, de komoly lett. Úristen, az milyen fénye lett. Ú, de jó. Figyelj, most már várhatod a Mikulást, hogy tegyen bele hiszem, legyen valamit. Azt hiszem. Olyan fényes. Mivel kented be szép testvérem? Jön fényjel, hogy szép fényes legyen. Nagyon komoly. Nagyon jó. Ebből tudsz nekem adni egy üveggel? Megadok neki. Tényleg? Igen. Á, nagyon kamázlak. Csű, na. Akkor papucsát vissza is adhatod. Nem adod nekem, csak egy na, családi gyerek. Drág, ne idegesítsé, ma hagyd a felét legalább. Emil, na jó, ne szerencsét hoz nekem. Na testvérem, akkor visszaadom, egy szabad nem lehet, jó? Jó. Akkor csak annyit árulja, melyik filmben szerepeltél, milyen címe a filmnek? Titkos. Jó, na. Titkos üzenét, szerteszik. Köszi szépen. Csókolja. Szia tesó. Ha bármi elromlik a cipővel, akkor jövök hozzád. Jó. Az Iccának a cipője mikor lesz kész? Még szárad a ragasztó. Jó, megmondom a cigányasszonynak. Csókolat. Na Robikám, látod testvérem? Ja, nagyon szép lett. Na milyen lett a skárpit? Mint a új azt új hiszem, lenne. Úgy nézek ki, mint a izé, télapó. Na, Robi, mi van veled? Musikál? Kint is vagy? Eljárunk a... Gézukával? Igen, Robival is. Aha. Lakatos, Robi lakatos, Robi. Most a Robival a BEC-ben 20-án fogok musikálni. Na, jövök le. Gyere le. Okvetlenül. Gyere le. Plutónak a zenekara, úgyhogy. Yeah. Gyere. De jó. Gyere, szálljál bennem. Persze, jövök szívesen. Na, persze. Na, hát nézzük, hogy lefogyott. Én vagyok álljunk. De hogy csinálod? Mennyit fogtál, Robi? Hát most ilyen 45. Mi tartok? Az igen, hát figyelj, jöttél az út, mert hogyha most nem ismerte, ilyen vékony vagy, de, jó, de jobban érzed magad. Á, sokkal, persze. Ugye? Persze. Hát mikor még a jazzklubban játszottunk, még ott kövér voltál. Hát az mikor volt? Egy 3-4 hónapja? De várjál, hát egy jó pár hónappal ezelőtt a stúdióban találkoztunk, hát van egy éve már az igen. Szerintem. De hát még akkor is. Akkor is, hát akkor most, még nem kezdtem, ilyen... hát 9 hónapja csinálom. Azt a le a kalappal. És csak zöldség, hal. Zöldség, hal és gyümölcs. És én hat után nem, bocsánat, hat után nem eszel? Dehogy nem, eszek zöldséget, vagy gyümölcsöt, vagy halat is. Te is jobban érzed magad, hogy a húst kiiktattad? Jobban, de hát én mindig csináltam ilyen egy-két évet, mikor húsmentes voltam, mert kaptam egy valamilyen szagot, valamilyen aha, vagy hústól. Vagy ungolterben sokalt a szervezet. Igen. Nálam is van ilyen bizonyos időközönként, hogy egyszerűen eljön egy olyan pont, hogy nem kívánom a húst. De valamikor lerúg az ájról, menj már, mint egy Bagdad hús. Nem, de tényleg. Hát mondjuk a jó nagy darab hús, de igen. Hát le a kalappal, figyelj, ez nem semmi. Ezt ja. Így tartani, tényleg. Hát most ez vagy. Egy örökre nekem, ez egy örökre kell csinálni. Vagy egy életforma, és akkor ezt csinálod tovább, mert hát akkor... Tettem olyan... eleget húsokat, meg nokedli, 40-valahány évig. Igen. Most már elég, mert hát már megvan a következménye. Igen. De drága apáddal mi van? 1000 éve nem. Jól van, most lesz szombaton a koncert. Életű koncertje a kongresszusi központban. Most szombaton? Igen. Az igen, de arra szívesen elmennék, arra jó hát lenne. Leszel. Igen, játszok a Hosszú Gézával, egy Nobel darabot. Aha, ezt szeretem. Bécivel mi van? Jól van, ő is ott lesz a koncerten, ő is játszik szólóval. Hát figyelj, az az igazság, hogy tényleg Magyarország kincsei vagytok. Mert tényleg a Szakcsi generáció, a Béla bácsi, a Béci, a Robi, a világ a legjobb. Most voltam egy esküvőn nemrég a barátnőmmel, és beraktak egy számot az első lemezedről, ahol még én zongorázom. Igen. Tehát mondtam, hogy ja, ezen én vagyok, nem én, az a legelső lemez. Az egyedül én. Egyedül én, szomorú házak utcáján, ásik a fű, igen. Nincs más, csak egy éghideg álom, hogy más igen, csókára vársz. Én az utakat járom, te fenn egy velünk szállsz. Ez mikor volt emlő? Első lemezed. Nem az első, második. A második, bocsánat. 2005.
Akkor valamit el kell mondjak, Clement. 16 éve, Robi. 16 éve. Nálad. Jöttél föl hozzám, és az első track betettük, hogy piros, gyere, Robi, zöld, a lámpa a zongorázál. Újat zongorázott először, azt mondta, ez nem jó. Mondom, ez megmarad. Na hát hány éves nálatok az ismerettség? Hát, legalább 30. Hát akkor kis gyerekkorodtam. Sőt, Almási tér, Rákfogó klub. Hát az mikor volt? Gyerekek volt. 9. Még a Mátyás téren is találkoztam. Voltam már Mátyás téren. Hát körülbelül 33-34. És hogy haladtok? Mert láttam az interneten, hogy eladva a ház. Ja, eladjuk, mert már mindenki találgat, hogy elválunk. Jaj, ne tudd meg! Baj van, meg izé. Meg, hogy balhé miatt adjuk el. Összevitt csaló emberek. Nem, eladjuk azért, mert nekünk már életterve volt egy jó, hát egy másfél éve, hogy egy nagyobbat szeretnék. Akárhogy is, figyelj, kinőttük. Azért már Vivi is nagyobb, egy külön fürdőt szeretnénk neki, külön kis gardróbot, egy nagyobb rezidenciát nekünk is. Aha. Figyelj, az az igazság, hogy nálunk nagyon ritka az, hogy hárman vagyunk otthon. Mindig ott vannak nálunk. Igen. Ott van ugye a drága stábunk is, stb. És azért egy nagyobb konyha, egy nagyobb nappali, stb. Úgyhogy kellenek nagyobb terek, az és az ezért. Az az igazság, egy nagy konyha már kéne, mert ha főzünk, jön a tél, szétfagyunk, Robik, a kertbe, van egy kertünk most, a kertbe szoktunk főzni, de már reszketünk, már végül az adásban az operatőr, kertbe szoktunk főzni, igen. És figyelj, egy szép nagy ház ez is, nem arról van szó, gyönyörű nagy ház, tehát nem az van, hogy egy kicsi, tényleg nagyon szép nagy ház, de viszont nekünk kell nagyobb, kinőttük, annyi cuccunk, külön neki, a doboknak külön egy szoba, a hangszereinek, a mindennek, most is megvan, csak azt is kinőtte, tehát mindig nincs az, amit nem tudsz egy idő után kinőni, tudod? És akkor így ebből kifolyólag szeretnénk egy nagyobbat építeni, most folyamatosan, de hála Istennek vannak érdeklődők, jönnek. Hát figyelj, van három darab komoly cím, abból az egyik a barátom építi, kettő. Újat akarunk újat mindenképpen akarunk építeni. Aha, olyat, ami nekünk az elképzelésünk. Hát most van három lehetőség. Úgyhogy vannak érdeklődők is, jönnek folyamatosan, hála Istennek, tudod. Nagyon fontos volt, hogy kiszűrjék az ingatlanosok, azokat, akik ingatlan turisták. Mert nagyon sokan ugye látták a megosztást, horribilis mennyiség megosztás volt. És tudod, az emberek úgy megismerték a házat, és akkor hívogatták az ingatlanost. Hát sok lenne, aki jönne azért, tudod, hétvégente családdal kiránduljon, szelfi, stb. És akkor ez az ingatlanosoknak a feladata, ők azért megszűrik, hogy ki tényleg, aki komoly érdeklődő. Most nekem nincs arra idegzetünk, energiánk, hogy izé legyen, mint az állatkertbe jöjjenek nézegetni. Meg se nem múzeum nem vagyunk, tudod, úgyhogy aki meg tényleg komoly érdeklődő, az meg úgy is tudja annak a menetét, hogy mi a helyes. Jó van. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez az igazság, nincs semmi gáz, üzenem a nézőknek, imádunk benneteket, nem válunk, nincs vita. Meg hát üzenjük a kedves mesekönyvíróknak is, mert nagyon, nagyon szeretnek olyanokat írkálni, ami nem igazán valós. Úgyhogy... Meg Robikám, hát egy-két viszkós éjszakám alatt lehet csinálni neki. Ja. Apró krokodilokat, tehát oda kell még egy szobat aztán. Egereket, fiam, meg rákcsálókat. Kis aligátorokat azért én üzenek, azért kis dzsungelkönyvét, hogy ne csinálnak. Úgyhogy ez van, testvér. Van elegem velük, na, így is, gondold el. Találjatok valami szép. Ja. Hát úgy legyen, adja jó Isten. Valamelyik nap, meg azt mondom nektek, amíg nem adom el a házat, szólunk a basszusgitárosoknak, bőgősöknek, és akkor kijöttök és muzsikálunk egy komolyat, jó? Oké, benne vagyok. Na, nagyon szívesen. Én is, mert már nagyon rég muzsikálunk. Nem, hiányzik már egyik muzsikálás. A Fatboy Trio. Yeah. Szakcsi Lakatos Robert, én merem állítani a világ legjobb jazz zongoristája. Nagyon szeretem, gyerekkorom óta együtt vagyok vele, imádom, és most találkoztunk itt a Pozsonyi utcában, imádom a csávot. Hát, nagyon örülök, testvérem. Na, én is úgy örülök, hogy láttalak benneteket. Csókolom a Béci. Átadom. Apádat, Kati nénit is. Ja, átadom. Vigyázzatok magatokra, és csak így tovább figyelj, mert tényleg le a kalapra. Gratulálok. Na, köszönöm még egyszer. Puszi. Sziasztok, szia Vivike. Szia Robi bátya. Szia. Ja, kezed fog, nézed már, még zavarba van. Sziasztok. Szia Robi. Robikám, akkor valamelyik nap kijöttök. Jövök, jó, persze. Jó. Csók, szia. Na gyerekek, odaverjek egy komoly pizzát, bemenjek a konyhára?
Mi? Figyelj, én kértem egy grillezett lazacot spenóttal. Van, nem törődj az én halózásomat. Csináljak egy lányom egy jó pizzát? Mondjuk, mi? Az mindig jó. Jó? Azt nézi, desszertek! Az enyémet hagyd a séf, hogy csinálja. Ne, lehet, hogy abban is benyelünk. De te is bemehetnél, fiam, konyhára. Szólok a Gyurinak, hogy az Emilio család beköltözik én most. Én egy pizzát csinálok, meg te egy halózzát. Ne szédítsd! Jó, 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 jó. Csókolak! Saját zsebből dolgozom, mi? Ennyi. Mi van a lenyom? Ezt találtam a táskájában, emlélek. Hallod? Kajak, ezt csinálod? Nem elég egy darab? I speak English, mate. Speak English? Jó fogsz velem járni. Speak English. So what are we cooking today? Mi? What are we cooking today, then? Cooking, mi van? Cooking Attilava, mi van? Hallod? Ilyenek néz engem, vagy Dilinek? Tényleg nem beszél magyarul? Na figyelj, amúgy beszéljünk már. Te gondolkoztál már azon, hogyha az Isten megsegít minket, és az új házat megépítjük, hogy akkor milyen szobád lesz? Na, akkor már gondolkodtál. Na, mi az elképzelés? Színvilág? Puderrózsaszín és fehér, akkor Pacsi. Lesz egy olyan kis külön izé, ahol kimondott táncszoba lesz. A szobádban egy kis rész, ahol a tánc rész lesz? Kimondott táncszoba, és ott lennének ilyen táncos játékkupák, meg ilyenek. Wow. És akkor azon táncos farnál ott lenne tapéta. Aha. Ilyen unikornosos tapéta. Akkor igazi csajos szoba. Ugyanezt igen, a vonalat vinnénk, csak más színvilágban. És babarúzsaszín kanapét. Beszélsz angolul? Én? Ha hogyne. Oxfordból van az új szakácsom. A egyetemről? Oxfordi egyetemről? Nem egyetemről. Végre járt egyetemről. Hát én testvéremet ledoktoráltam. Engem számít az. Úgyhogy, na mit főztél szép testvérem? Oh, angolul. What is, how do you do, what do, what do? Right, mate, this is carbonara. Yeah? Mi van itt a kacsa? Az anyád ellopsz egy tojás? Hát testvérem. Szórakozol velem? Hát most miért nem? De kajakra ez kell? Szeretem a tojás, Kinder tojás. De mi van még nálad? Mi van még, de semmi. Ez eredeti? Ez eredeti. Hogy csinálj kopi, mi? Igen, úgyhogy. Anya is a kertbe lehet hintam. Hát lehet hinta, csak hát kérdés, hogy mennyit fogsz még hintázni. Én fogok. És mi van, hogyha mondjuk felrakod az unikornis tapétát, és jövőre már nem fogod az unikornis szeretni, de vagy szeretem. Cikinek fogod érezni? Nem, mindenki szereti az osztályból is. Tényleg? Hát jó, én benne vagyok. Én nekem nagyon tetszik az elképzelés, a puderrózsaszín. Vagy például még fehér. Puderrózsaszínnak a testvére a babarózsaszín. Igen, de a puderrózsaszín szerintem az azért szebb. Igen, de nem az a, de a... Mi az? A táncosnál képzeltem. És a te fürdődet milyen színűre szeretnél? Fehér arany, vagy fehér arany, vagy gondolkoztam, hogy mi kiegeres. Te is fogsz főzni valamit? Ha valamit, hát testvérem, hát ha Oxfordin, Oxfordi. Jó, de ez saját zsebből dolgozom, mi? Ennyi. Mi van a lenyom? Ezt találtam a táskájában, emlélek. Hallod? Kajak, ezt csinálod? Nem elég egy darab? Végre találtam meg! Nem, bratya! Te kivel vagy, az oroszlán vagy velem vagy, fiam? Hát azért, mert felvettem a rendes romalányt, már rá veszed, hogy ő is. Mi? De visszahoztam. De éhes volt. De igen, van, nem kaptam a táskáját. Gyere majd a gyerekem, nem azt mondtad, csináljon a bátya neked, tojásosnok ez. De. Na hát te nem, te meg milyen ember vagy? Én meg lecsósnok ez. Étteremben vagy, azt éhezteted az izét, egy drága cigánylány. Na menjél kifelé, majd kinek beszéljük, jó? Na mindjárt csinálom. Légy szíves, menjél kifelé. És addig a séf felé. Hallod, ráveszed a 18 évesre, végre van egy rendes, de éhes, aki nem abban ő, mint te. Várjál tessen, de éhes, most a 30 darab tojásban most mit csinál? De van rendes munka, ne tanítsd meg lopni. Jó, én nem lopok testére, éhes. Hát ez nem az én táskámból, tesó. Hát én nem új táskám. Hát én mi? Legalább a zsírész jöjjön már ki. Én, fia, hagylak, nagyon figyeljed, légy szíves, jó? Mert bármire képes. Jó. Na, szevasz, tesó. Most te nem tudsz vakerázni magyarul, vagy most mi van? Mi? I speak English, mate. Speak English? Jó fogsz velem járni. Speak English. So what are we cooking today? Mi? What are we cooking today, then? Cooking, mi van? Cooking Attilava, mi van?
Milyen kicsit dadogsz itt nekem össze-vissza, testvérem? Na. Most ezt kinek főzted, egyem a torkodat meg? De nem érdekel, hogy... Jó! Very good, nice. Good, good. Ja. Good. Az mit az fogyam? This is sour cream. Surfing. Sour cream. Tudod, kivel ott lak össze a izével? A kukival, francia. Az cookie? A jó megértett kuki. Kuki? Ja. Asszony van. I don't know what you're talking about, mate. Talking about me. Sure. I don't know what... Most veled akkor mit főzek, Dick? Vizet, teát? I don't know. Én főzök, tudod? I don't know anything that you're saying. Testvérem, nem anything, már izé... Remélem, hogy apád nem fog az én ételembe belekontárkodni. Én szerintem a mi ételünkbe is. Nem, csinálja az övét. Én nem tudom, apád mániákus, nem eleget főz otthon ő is az adásokba. Én annyit főztem már az elmúlt 40 évem alatt, hogy tényleg azt már elmondani. De már írhatál szakácskönyvet. Hát úgy, ahogy mondod. De ettől függetlenül, ha már eljövök, akkor már főzze meg már a szakács. Nekem tegye le elém. Nekem olyan jó esik néha, amikor úgy teszik készen az elém az ételt, nekem kell csak megenni. Na anya, most tudod, mit fogok majd neked főzni? Bárányos tésztát. Köszi, azt azért akarod, mert nem szeretem. Igen. Akkor én meg tudod, mit fogok neked főzni? Ja. Lazacos, garnélarákos karbonárát. Mert... Szeretem a karbonárát. Azt igen, de a garnélarákot meg se a lazacot nem szereted. Én azért értem, hogy főzel. De hát nem mondták, hogy itt nyelv lesz, meg kell tanítsalak magyarul. Szóval... Cigányul gyanázol? Cigány? Na. Itt még csönget. Dick. Ó, verjen bele. Abba verjen bele. Még csönget. Jó szót fogadnak neked, testvérem. Gyere már. Na, téged meg feldörzsőzt engem, hogy elcsúvázom a hízet. Nem csinálok akkor neked hízét, hogy elsősnök edni. Hallod? Tiének néz engem, vagy Dilinek? Tényleg nem beszél magyarul? Na? A roma vagy, de romáltak mit? Na, beszél magyarul? Tényleg nem beszél ez magyarul? Ez hát nem tudom, az igazság. Nem de ki dolgozol, azt engem izézni? Nem ortogat. Beszél. Engem ott Néma, esküszöm, hogy Néma. Néma? Néma. Nem szólal meg? Akkor hogy főzzek vele? Mondd meg a Gyuri. Szólalj meg, Krisztóf. Krisztóf? Krisztóf. Na, Krisztóf, te beszélsz akkor? Krisztián, szia. Na, akkor meg erre látsz. Na, ennyi. Várjál, akarok tőled kérdezni egy valamit. Sokat szoktál hazudni? Na, beszéljünk, kikkel a hitel. Beszéljünk a hitel. Sokat szoktál hazudni? Nézd rám. Nézd rám. Sokat szoktál? Jó, és mi van a várjál, hagyd nézzem meg az orrod. Júj. Most, mintha nőtt volna az orrod, mint Pinokiónak, mert aki hazudik, annak mi van? Mi történik, aki hazudik? Annak kisebb lesz az orra. Nekem nagyon fontos az, hogy azért én a Vivivel mindig egyeztessek arról, hogy éppen mi történik az életünkben. Úgyhogy most is itt a lakás eladásnál is ugyanúgy kikértük az ő véleményét, hogy mit szólna ahhoz, hogyha elköltöznénk. Abszolút nyitott volt rá, sőt, még meglepődtem is, mert ő már ilyen konkrét tervekkel tervezget már napok óta, hogy majd mit szeretne a kertbe, hintát, játszóteret, stb. Olyan listát adott le, hogy ezt még Csóró télapónak is nehéz lenne kiegyenlíteni, nem hogy nekünk. Testvér, az a lényeg, na? Hogy én meg akarok tanítni neked egy ételt. Na, figyelek. Amit sertésszűzből csinálnék neked. Én is mutatok neki, ő is mutat nekem. Testvérem, csinálok egy ilyen ragút neked, jó? Na, mondjad, mi kell hozzá, na, segítek. Na, testvérem, akkor egy fehérbort szeretnék? Parancsolj. Vajat. Fokhagymát. Rozmaringot. Tejszín. Parancsolj. Még valami? Testvérem, na, nagyot fogunk mi alkotni, testvér. Nagyon nagy. Felvágom a húst. Színes borsód van, testvér? Színes borsód, az nincs, fekete van. Na jó van. Az is egy szín, mondjuk. Azért szereted a romákat, az is mondom, szín. A fekete. Fel. Só, testvér? Só. Parancsolj. Egy zsanázod eddig? Mi? Zsan? Az is jó. Jean-Claude Van Damme? Na. Az az. Úgyhogy látod, kell is íze. Kis só. A só. Kis bors. Bors. Így van. Kis házi kolbászod van, szép testvére. Minden van. Abból is adj egy kisebb darabot.
parancsol. Várjál. Ezt tudod, itt van. Csinálunk egy ilyen nagyon finom szüzet Emilio módra. Na, én ezt, testvér, én ennek a zsírjába fogom a szűzérmét. Egy kis kolbász zsírba. Igen. Kolbász zsírba. Megizzasszuk a kolbászt. Na, testvérem. Úgyhogy... Egy kis olaj kéne, egy oliva. Ez nagyon pici. Csak segítsük egy nagy, nagyon picit tegyél oda, testvérem. Na, vagy megérgény. Ja. Gyönyörű. Ez az. Figyelj! Ezt az ételt úgy fogod szeretni, hogy azt mondod a Gyurinak, Dick, ben volt ez a Dillai Emilio, vegyük már föl ezt a ízét a receptre, étlapra. Na, a húsunk az megvan. Úgy, na, gyönyörűen közben mutatom az én testvéremnek, operatőrömet, hogy egy, hogy fityeg a fityeg. Megfordítom az el. Ezt lejjebb lehet venni, ezt a gát, testvérem? Legkisebb. Ez a legkisebb, oké. Okay. Kis kolbászunk. Kiveszem pihentetni. Kibe is teszem, testvérem. És akkor most egy kis vajat teszek ebbe mellé. És már a szüzet... Ágyba dobjuk rá. Már teszem is rá. Ez nem lósz már, nem tesó? Már most jól néz ki. Már most jól néz ki. Ennyi. Úgyhogy... Meg is fordítom a szüzet, testvér. A kérge megvan már. Így van. És fokhagyma. Fokhagyma. Így van. Egy kis szárított rozmarin tesó. Így. Kleine bitenzé. Módjával. Módjával, így van. Nagyon jó. Én ezen a gázon nagyon szeretem. Otthon, testvér, egy indukciós lapon főzök, de nagyon sokat szenvedek vele. Azért a gáznak azért van egy... Jobb ereje van. Van egy ereje, így van. Így van, testvér. Úgyhogy most jön a fehérbor. Száraz. Száraz fehérbor. Nagyon nagy steg! Hatalmas nagy steg! És most beleteszem még ezt a kolbászt. Vissza. Vissza. Ezt nagy ízt ad neki, testvér. Belekerült egy kis gomba, szép testvérem. Rozmarin, kolbász, fokhagyma, fehérbor, vaj. A vaj a kicsit, igen, a textúrájához krémesebb legyen. És akkor most egy nagyon kicsi tejszínnel behúzzuk. Elkészült az ételünk, testvér. Na, elkészült a drága halózásunk. Így van. Testvérem. Erre kíváncsi leszek. Na, kóstold meg, esküszöm. Ha rossz, a frankót mondd meg. A bátyát, hogy miért kerázott. És én még ezt megbolondítom, testvérem, egy kis sajttal. Az úgy tudtik, hogy már lesz. Húsállaga. Tökéletes. Szakmailag mondjál, tudod. Hát van, sűrűen, nem rágós, puha. Teszünk egy kis mártást bele. Mártás. Nagyon jó. Ezt tényleg fel kell vegyük az étapra. Na, így a gyerekre!
drága szép feleségem! Szia, mi még nem találkoztunk. Hát figyelj! Ha már kint beszéljük a Gyurékkal, hogy örülök, Kina. Mi nem hajítottad ki a konyháról? Jó, ott fejezett azért. Ja. Maradj már, mit, mi, ő csinált neked valamit? Ahogy ne. Az én lazacom minden esetre az hibátlan lett. Na drágám, a túró gombocot keverd be. Mióta kevertek a túró gombocot? Te keverd be, itt van a izé, borsa, mindet csináld meg. Hagyjál már. Na. Mit kell csinálni vele? Ki gombolcon, kifőzni. Aha! De mekkora túrógombocot szoktál? Hát annál sokkal nagyobbat azért. Nagyobbat? Hát, tényleg? De jó is, az az egyik kedvencem amúgy a túrógombocot. Akkorak jó. Na és akkor egyet ide csinálj meg, ketten megesszünk. Vagy hogy szoktad? Már egyenesen a főzővízbe tegyem? Mind hova tennéd be? A fürdőkádba? Mindegy, melyikbe? Baloldalidba te! Akkor az megvan ezt a kifőt, akkor majd utána csak meg kell a morzsába. Ó, na kérem! Itt van édes tejföl hozzá. Ti szoktatok egy kevés griszt tenni hozzá? Griszt? Ámint lisztel csinálok. Uh-huh. De jó, finom. Nagyon jó íze van. Jobban egybe ragad a lisztel. Nem esik szét. Na. Jó lesz, nagyon finom lesz. Kivegyem szerinted? Szerintem veheted, ha? Majd vegyem, hogy persze, ez már jó. Ez már jó. Egyből beleborítom. Inkább nem egy kizébe, vagy átadjam neked, mert félek attól, hogy... Hát... Te ebbe mégiscsak jártasabb vagy. Miért desszertes vagy? Hát nem azért, nem az én konyhám, de hány mindenkinek hát a saját. Ne járassál már eddig. Mindenkinek a maga konyhája. Mindenki azt mondja, az Emilio felesége, hogy gyalázik, azt átadsz egy ízét. Más az, amikor egy idegen konyhába vagy. De nem idege. Hát saját konyhámban minden tudom, hogy mi, hol, kezem alatt, stb. De... Na, parancsolj, mehet a tejföl, ott az édes tejföl. Alá tegyél. Alá. Na. Tetejére. Én mondjam, fiam. Emil, na jó, ne okoskodjál. Na. Úgy. Tejfőt. Hát, tejfőt azért. Így van. Úgy, teszünk a tetejére is. Ennyi. És akkor így. Ez jól néz ki. Ezt azt most, ha nem kóstolom meg, kutya legyen. Mi? Na várjál, hajítsuk nyakon egy kis tejföllel. Te olyan jól érzed magad amúgy a konyhában, hogy nemhogy szakács lettél volna. Neked azt kellett volna. Igen. Hát szerintem. Minden nap sütlek, főzlek. A kezem. Mindegy, fiam, ha egyszer az énekléssel felhagysz, majd akkor elmehetsz az szakácsnak. Az sose, drága. Akkor énekes szakács meg úgyse volt még, nem? Nem tudok. A testvéremet elviszem, na, a Kristófot izé brácsozni. Na, akkor most... Akkor gyerekek! Megvan a kis kaszamia, túros, gombócunk, édes tejfőlem. De finom. Búcsúzunk tőlete, nénye, bátyám. Itt voltunk, csókolunk benneteket, minden nap nézzétek 18 óra 55-kor a Sláger TV-t. Mi itt leszünk. Hétfőtől péntekig. Sziasztok. Ciao, ciao, hello. Megvetem a bankesség! Szia, te drága! Szia, Szia! Szia, Tündi! De örülök, hogy látlak, köszönöm! Te is, puszi! Jó vagy, jól nézünk, olyan csinos vagy! Jó, és képzeljétek el, hogy most én nagy munkában vagyok, mert most készül a jövő évi, a 2022-es naptár. És azt most csinálod? Most, igen. Most csinálom, már az utómunkák folynak, meg volt a fotózás. Már le is fotóztál? Lefotóztuk, igen. Te el lehet árulni valamit? Hát még nem nagyon, még a koncepciót nem szeretném elárulni. Nagyon kellene. Szokták a lábadat masszírozni? Szokták, igen, de, járok pedikűrös. Igen, de mondjuk kis szerelemmel akar hozzád menni, az nem, nem szoktam. Figyelj, köszönöm. A bugyit nem kaptam tőled, egy harisnyát kaphatok ajándékba? Hát, Emilio, ezt most hát, nem, mert akkor ugye hát harisnya nélkül. Az a drága illat, te még a lába is jó, Tina! Egyetem a bankért!